Az év horrorja. Annyiszor mondják ezt különféle filmekre, hogy az ember már csak legyint. Pedig a barbár tényleg az éjfororja már legalábbis számomra az. Ráadásul meglepő módon éri el, hogy a trónra kerülhessen. Ez a film ugyanis teljesen pofátlan módon hozza rá a frászt is, nem a szokásos jumpscare fesztivált szervezi meg kedves, de főleg kedvtelen szereplőkkel, hanem felépít néhány karaktert, hogy aztán teljesen váratlan fordulattal bedobja őket egy olyan helyre, ahol aztán elég különös dolgok történnek, majd egy újabb váratlan fordulattal elfordul, hogy valami teljesen mással foglalkozzon. Legalábbis látszólag mással papíron a barbár egyáltalán nem mutat semmi extrát, hiszen ez is csak egy átlagos, dilis, furaházas film, ahol a szereplők találnak valamit, ami helyett előbb hallgatnák végig ezerszer szintibó életművét full hangerőn. De ez a ház ezúttal egy Airbnb, amiben egy lány és egy fiú egyszerre költöznek be akaratuk ellenére, hiszen valamiért egyszerre adják ki nekik ugyanarra az éjszakára. Tess és Keith, azaz Georgina Campbell és Bill Skarsgård kénytelenek együtt maradni, hiszen a városban már nincs egy normális kiadószoba sem, az este pedig egész jól alakul, csak hát, ahogy az lenni szokott, elkezdenek meg magyarázhatatlan dolgok történni. Eddig elég unalmas a koncepció, nem? Szerencsére az író rendező Zack Cragger, akinek ez élete első szóló filmes rendezése, pontosan tudja, hogy ide valami egészen pofátlan húzás kell, hogyha érdekesé akarja tenni ezt a koncepciót. Úgyhogy fogja magát, és amikor épp készülnél nyúlni a váltás alsóért, fókuszt vált és behoz a képbe egy újabb karaktert. De nem ám úgy, ahogy egy B-kategóriás horror szokott, mármint csak úgy berobva a darálóba fatként, hanem megismerteti velünk a jellemét, felvázol vele kapcsolatban mindent, amit érdemes tudnunk azért, hogy értelmezni tudjuk a viselkedését, amikor a helyzet durvolni kezd. És megteszi ezzel azt, amire a legtöbb horror nem képes. Történetesen azt, hogy képes a karakterei butaságát és következetlenségét beépíteni a sztoriába úgy, hogy az egyáltalán ne legyen kellemetlen, sőt, hozzá tudjon adni a koncepcióhoz. A barbár részben az emberi következetlenségről szól, arról, hogyan tudunk viselkedni a szörnyű helyzetekben, ha a túlélési ösztön vezérel minket. Márpedig a túlélési ösztön mutatja meg az ember igazi arcát na azért ne tessék arra gondolni, hogy a barbár annyira mély és komplex mozi lenne, mert nem az. Inkább a formai pofátlanságával tudja meglepni az embert, na meg azzal, hogy egyáltalán nem akar felülni a jumpscare vonalra, inkább okosan építi fel a feszültséget, majd amikor brutális üzemmódra vált, ami egyébként nem történik meg annyiszor, mint egy átlagos mai horrorban szokott, annyira meglepően brutális lesz, amilyen egy átlagos mai horror nem nagyon szokott, és ezt nagyon jól csinálja. Tudod, hogy amikor vér fog folyni, akkor nem csak folyni fog, hanem fröcskölni fog mindenfelé, és hogy a kegyetlenségben nem fogja ismerni a határokat. Egyetlen pillanatban sem érzed, hogy bármelyik szereplője biztonságban lenne, viszont azt sem igazán érted, hogy a gonoszok tulajdonképpen hogyan lettek azok, akik. Mert hát azért lenne itt még mit megmagyarázni, és tulajdonképpen ez az a pont, ahol a film egy kicsit hibázik. Kapunk ugyan magyarázatot arra, hogy mi történik a genyák múltjában, de azzal a rettenettel, mintha nem igazán foglalkozna, mivel szembe kell nézni a fiúknak, lányoknak a házban. Az csak úgy van. És az csak azért olyan, amilyen, mert csak. Ott voltak már, vagy jöttek a hetes busszal délután kettőkor pár évtizede? Ki tudja? A barbár annak ellenére, hogy a végére azért kicsit kifullad, bivaj erős film, és meglepő módon főként a karakterei miatt az, ami elég furcsa egy modern horrorfilmtől, ami a karakterét általában hullajelöltként kezeli, akik profin vagy legalább minimálisan profin tudják végezni a futás és sikítás nevezető játékot tudunk aggódni Tesszért, tudunk kételkedni kicsit két ki kedvességében, AJ-ben, meg aztán pláne is. Igazából a Henter is mellett azt is tudni akarjuk, hogy van-e vaj a fülük mögött. A barbár azért a végére szépen összevarja a szálakat, és kicsit hódol a jumpscare mániának is, de annyira azért nem tudja elrontani a befejezést, hogy ne fogd a fejed, amiért ezt a Disney Pluszon és nem a mozi sötétjében nézted végig. Kár, mert ott ütött volna igazán nagyot. De egy otthon kellemesen besötétített szobában is berét tud marni. Annyira, hogy utána nem mész le jó szívvel a pincébe, vagy ha igen, akkor az ajtót biztosan kitámasztod majd.